A budapesti 10. kerületi új köztemető két parcellája, a 298-es és a 301-es parcella a temető főbejáratától a legtávolabbi helyen van, tehát egy közel 3 kilométeres út, ami a főbejárattól a parcellákig tart. A két parcella börtöntemető volt. Ki kellett jelölni egy olyan helyet, ami jó messze van a temető egyéb részeitől, a sarkába, a lehető legmesszebb a főbejárathoz, ahol a 1950-es években intézményesült gyakorlat szerint a nyilvánosság, a hozzátartozók, a rokonok teljes kizárásával jeltelenül elföldelik a halálra ítélteket. A Nagy Imrék sorsa ettől csupán egy mozanatban különbözött, hogy őket egy néhány évig a Kisfogház udvarán temették, vagy talán mondhatni, hogy rejtették el, és aztán 1961-ben, 3 évvel az ítélet végrehajtás után vitték őket át a 301-es parcellában. Ezekbe a parcellákba 1945-től kezdve politikai bűncselekmények miatt kivégzett személyek, börtönben meghalt személyek, bizonytalan körülmények között, börtönviszonyok között elhalt személyek eltemetése történt, és nagyon sok esetben ezen személyek kivégzése és a kivégzés előtt töltött napjai a Kisfogházhoz köthető. A Kisfogház egy mellék ajtója az, ami legközelebb található a budapesti 10. kerületi új köztemetőnek az úgynevezett hátsó bejáratához. Az emlékezők és az iratanyagok arról szólnak, és a kutatásainkból azt olvastuk ki, hogy a halottakat a Kisfogház udvaráról ezen a hátsó bejáraton keresztül vitték a 301-es, illetve a 298-as parcellához, és nem pedig a temető főbejáratán keresztül. Ez mindig a hajnali vagy a késő esti órákban történt, nyilvánvalóan avval a céllal, hogy ugye ez ne legyen a nagy közönség számára ismert vagy látható. A Kisfogház és a két távoli parcella az új köztemetőben szorosan összefügg. A halálra ítéltek számára ez volt a két utolsó állomás. Az egyik az ítélet végrehajtás helye, a másik pedig a földi nyughely. Síralomház, az.
úriember autóval járt a börtönben, nem gyalog. Azt csak most csináljuk. Göncöt és Bibót 57 májusában tartóztatták le, akkor én még kimehettem a követség terkocsijával Bécsbe. Onnan kaptuk az ellátmányt. Budapest akkor éhezett. És hát akkor Bécsben kellett eldöntenem, hogy hazajövök-e, és odaülök melléjük a váltottak padjára, vagy kint maradok, megmentem az írhámat, és akkor kint az osztrák újságokból fogom olvasni azt, hogy mi lett a barátaim sorsa. De hát természetesen hazajöttem, és hát természetesen egy júniusi éjszakán a szokott társaság megjelent, és a 9. hónap küszöbén álló feleségemből mellől kiemeltek és vittek a Gyorskocsi utcába. Október 18-án éjjel jöttek, éltem. Hát az a furcsa helyzet volt, hogy én a szomszédlánynak udvaroltam, mert hát egyrészt csinos volt, másrészt meg hát kényelmesebb volt, mint a tényleg a városnak a túlsó végébe elmenni udvarolni. Hát beülünk a kocsiba, hátra ülök én, két Jankó mellettem. Aztán éppen akkor volt az első Sputnik meg föllévése, és dumáltunk egész úton. És hát a bilincseset tették rám. Reggel 4 órakor istentelenül csöngettek, lent Frankelleo utcába laktam a hétbe. Na, kész. Hát mondom, mindjárt. Elbúcsúztam feleségemtől, meg a kislány, akkor volt kislány, és bevittek. 57. július 16-án letartóztattak a második nagy begyűjtésbe. Munkába jöttem haza, és akkor jöttek a lefüggönyözött kocsival, és aztán a gyűjtőbe vittek először. A letartóztatáskor, és akkor, hát azt nem tudom elmondani, mert úgy éreztem, mint a tigrist, akit befogtak a őserdőből a ketrecbe. Csak reggel jöttem, reggel hozták a kávét, aztán megkóstoltam, és valami borzadály volt, és megfogtam, és az egészet hozzávágtam az ajtóhoz. És azt jött a fegyőr, és mondtam, hogy ezt a moslékot igyák meg maguk. Szóval így kezdődött a bemutatkozásom. Hát aztán én gondolom, hogy nem véletlen volt az, hogy elláttak egy olyan jelzővel, hogy megrögzött ellenforradalmár. Hát aztán jöttek a ítéletek, és elvittek első fokon halálra. Hát csak azért volt rossz, csak azért volt rossz, mert volt egy feleségem, és volt egy lányom, egy kislányom. 4 éves. A többi nem érdekelt. És akik benn voltunk, de ezt szavamra mondom, egytől egyik, egyetlen nem érdekelt semmi. Fölakasztva, na és akkor mi van? Hát föl leszünk akasztva. Majd egy idő múlva meg hősök leszünk. Halálos zárkák. Na ez a miért. Az igazság. Akkor te előre mész, mert a tiéd. Nem menj, 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 én téged eszítlek előre. És amikor első fokon halálra ítéltek, akkor, hogy most a nevelő közölte, vagy az ügyvéd, hogy halál, azt nem tudom, elég az hozzá, hogy éppen akkor kaptam a leveírást. És na most én leírtam, hogy mi a helyzet, hol érdek. És akkor eljöttek a szüleim, meg az ifjú hölgy, és akkor csak kettőt engedtek be, akkor édesanyám, meg az ifjú hölgy. És akkor nekem kellett ott vigasztalni, már sírtak, hogy na most akkor. Pedig hát még volt ugye anyámnak még 3 fia ugye itten, de hát azért mégiscsak az első szülött, mert mégsem mindegy, hogy hal meg. Akkor hallgatjuk az utolsó nap a vádbeszédet. Azt mondja ez a véres szájú
ügyész, hogy mivel Bibó István volt az utolsó Nagy Imre kormány egyetlen jogvégzett tagja, ő lett volna a igazságügyminiszter, és kétségtelen, hogy ő mindig ellenezte a halálos ítéletet. Ezért azt javaslom a bíróságnak, hogy ne a legsúlyosabb, hanem a második legsúlyosabb ítéletet szabja ki. Tessék, kérdezte Vida, teljesen kiesve a szerepből. Igen, kérem, ahogy mondtam, a második legsúlyosabb. Hát így kapták ők életfogytot, és én 15 évet. Szocialista igazságszolgáltatás. Akkor az ember nem tudta, hogy ez mekkora ajándék. Azért 15 év, föl sem érte az ember. Hát ez... Az volt a szlogen, 5 év vagy kötél. Hát kötél lett. Aztán halálra ítéltek. Első fokon. 4 halálos ítélet. Tóth Jóskát, Kotésörös Jolit, Katit, meg engem. Mielőtt a Katival összebeszéltünk, hogy amikor kimondják a halálos ítélet, semmi érzelem, fapofa. Úgyhogy hát de amikor fölmentünk az árkába, és megkérdezték, hogy mit kaptatok. Szerintem az már nem volt normális dolog, amikor az ember elkezdett tapsolni, meg táncolni, hogy halálra ítéltek. Utána aztán hozták az injekciót. Aztán következő nap átvittek bennünket a kisfokházba. Betettek utána egy napon álló túlfűtött főkés rabszállítóba, amiben a zárkák, alumínium zárkák olyan kicsik voltak, amikor az ember egy ekkora padocskára leült, rázárták az ajtót, majdnem az orrát érte. Egy álló koporsó. És nem volt benne levegő, csak hőség. És ott vártunk, azzal vitte ki mi hármunkat a gyűjtőbe. Nem tudtuk, hova viszek. Hát ugye megy a kocsi, forgolódik, az ember benne van egy zárkába, az ájulás hatáján van már. Mikor egyszer végre megáll, kinyitják, Bibó elmegy, Gönc elmegy, tudtam, hogy ott vannak. Gönc köhelyentését is felismertem. Engem is kihoznak, és bevisznek egy 2 lépést homokon jártunk, na mondom, ez kőbánya. Nézzünk körül egy kicsit. Annak idején az ember nem nézhetett be zárkába, ha nyitva volt netán, mert itt középütt volt egy rács, és mondjon a rácson, mondták az őrök, és az embernek itt kellett hátratett kézzel a rácson végig sörögnie, ha netán erre járt. 2 hetenként a fürdőbe lejöttünk föntről. Hát ez egy T-alakú épület volt, és a T-alaknak a közepén, ahol a szár van, bejövünk. Itt volt egy, ahogy kimentünk egy udvar, és akkor itt volt egy ilyen félkör alakba épített, de itt belül is volt félkör, úgy volt megépítve, és akkor mindegyik egy ajtónyi, a belső részből egy ajtónyi rész volt levéve, és ebbe a félkör, ebbe a narancs szeletbe zárkánként sétáltunk. Cikkelyek közepében egy őrtorony géppisztolysőrrel nézte, hogy ki mit csinál, minden sétáló zugójába belátogatott. Ez volt a séta, a homokom. És ezek a smasszerek is unták ezt a rutint, rettenetesen. Én nem csodálom. És aztán néha megvárták még, mi az ember az előzőleg kieresztett fölír a zárkába, csak aztán engedték a következőt a szomszéd zárkába. De néha hamarabb engedték ki, és akkor akit előbb kiengedtek, késett, akik utol engedtek, sietett, és összerelkeztünk a lépcsőházba. Csak egy perc. Gönccel is így találkoztam. Először, mikor előzetes voltam, hát akkor nem tudtam, hogy mi történik körülöttem, hogy kik vannak a második meg az első emeleten. Egyedül voltam.
semmiféle kapcsolatunk nem volt senkivel sem. Még akkor nem jöttem rá, hogy lehet ugye, kommunikálni a csövön. Ugye újonc voltam. Később már lehetett. Aztán olyannak kerültem osztá, aki már többször volt büntetve, és akkor az a különböző, mondjuk kenyér, bélből csináltunk izét, mi a fenét, kugli bábukat, meg golyót, és akkor az ajtóhoz oda tettük a szalma párnát, mert ugye az, nem csak a szalmaságban, a párnában is szalma volt, ugye. Igen, és akkor úgy kugliztunk. Volt olyan idő, amikor egy két ágyas cellába, ami maximum 2,20 méter széles, és mondjuk 5 méter mély, ebbe voltunk 12-en. Ha ketten voltunk zárkán, egyszerre csak egy sétálhatott. Az igaz, igen. És faltól falig, hát ez kb. 7 lépés. Igen. A beszélgetés közben is folytattuk, felváltva. Aztán itt az ember sejtette, hogy a spaszer éppen lesekszik a kukucskán, de megfordult neki. És érdekes, hogy a spaszer mindig megvárta a leselkedéssel, míg az ember az arcát odafordítja. Hát tudom. Mert nekik a rab lelkiállapotáról írásban kellett jelenteni. És amikor beadtak egy könyvet az én kis ablakon, és akkor voltunk négyen, és akkor mondom a smasszernak, mondom, mit kezdjünk egy könyvvel négyen. Nem nyúltunk a könyvhöz. Egyikünk se. És akkor másnap kizörgetek az ajtón, és mondom a smasszernak, hogy szeretnék a nevelőhöz menni. Azt mondja, na jöjjön. És mentem. Volt egy vasajtó, ahol át lehetett menni a csillagba, a nevelőhöz. De engem nem vitt át a vasajtón, hanem kinyitott az épület tészárába egy ajtót, és bevitt oda. És abban a pillanatban tudtam, hogy a síralomházban vagyok. Én elkezdtem kiabálni. És akkor jöttek vissza ketten vagy hárman, és hoztak, én akkor láttam életemben először kényszerzubbonyt, ilyen heveder benyúlik a vége, és akkor ebbe próbáltak belehúzni. Na most, hát persze, hogy tiltakoztam, na de hát azért egy nőt három pasas, az le tud győzni, és akkor behúztak a kényszerzubbonyba, és akkor hátra szíjazták a kezemet. És rálökött a szalmazsákra, és még belém is rugott. Igen, ám, de a számot, az arra nincs kényszer zubbony, és én mondtam, ami belefér. Torkom szakadtából, és a valószínű, hogy a Kati meghalhatta, egy síkon van az ablakon, meg körülbelül egy olyan 10 perc múlva a Katit már úgy hozták át, hogy kényszer zubbonyba volt. És akkor jött a nevelő, jött az orvos, és jött a izé, és akkor mondtam, hogy én önhöz kéreckedtem, idehoztak. És akkor végül onnantól kezdve kaptunk minden héten, négyen voltunk, 4 könyvet. Az egész nálam körülbelül 6 vagy 7, 8 hónap alatt lement. Első fok is, meg a másodfok is, 8 hónap alatt. Így aztán összesen 2-szer találkoztam a feleségemmel, meg a kislányommal. 14 hónapos volt már, amikor már a gyűjtőben volt ítélet után, és a csodálatos külön beszélőt adtak nekünk, nem kellett a rácsok közé beállni, hanem egy kis irodahelyiségbe egy íróasztalt tettek, az egyik oldalon voltam én, a másikon ő, és a baba ott sétálhatott az íróasztalon. Hát akkor látta először 14 hónapos korában a kislányunkat. Azért arra ügyeltek, hogy ne felejtsük el, hogy halálra vagyunk ítélve. Mikor megkaptuk, akkor már ketten voltunk a Katival, amikor megkaptuk a skóciai Máriának a könyvét.
És végigolvastam, elolvastam, utána a Kati, és akkor azt mondja nekem a Kati, hogy te mit gondolsz? Ha kivégeznek bennünket, akkor a mi hajunkat is levágják. Mondom, nem tudom. Tudod mit? Majd megmondjuk a bogárnak, hogy vigyázzon a hajunkra, mert most fésüködtünk. Az ember ült, és hallgatta, szagolta a börtönt. Minden börtönnek szaga van. És ahogy az ember kitanulta a nagy csöndben, mert halálos csönd van, a nagy csöndben a neszeket, egyszer csak észrevette, hogy itt akasztások folynak. A földszinten voltak a halálos zárkák, az első emeleten szaporodtunk mi, a Nagy Imre perben ilyen-olyan elítéltek. Ez volt a kis fogház. Hallottam a gyerekeket, felnőtteket. Isten veletek, barátaim, e most viszik ezt meg ezt, gondoljatok rám, verték az ajtót két ököllel, Isten veled, gondolunk rád, amíg tudunk. Nem volt szabad nekik, de hát nem lehetett őket megfegyelmezni. És hát az ember akkor ült, és most átülte, hogy egy bajtársa, aki addig ott lakott alatta, most törik el a csigolyáját az akasztófa. És akkor a 15 év valóságos ajándék volt. Először, mikor a kisfokádba odavittek, akkor a gyerekek, nem akarok nagyot mondani, de minden kettős cellába volt, olyan cella, amelyben hatan voltak. Úgyhogy körülbelül 80, amióta engem odavittek, hármat felakasztottak, ötöt hoztak. Másnap hatot felakasztottak, kettőt hoztak. Ilyen ez volt Magyarország. Tehát az első fokon ítéletúr hirdetés után, miután kimondták a halálbüntetést, hát pillanatilag kicsit elsötétült a világ. Olyan volt, mintha egy tompa tárgyal főbe korintottak volna. Másodfokon, hát nem mondom, hogy ezt meg lehet szokni, de hát akkor már túl voltam egyszer egy ilyen stresszen, tehát akkor az már valamivel könnyebb volt. Érezze bele magát mindenki, amit én éreztem ekkor. Egy kislány és egy csodálatosan szép feleség. Dr. Vágó Tibor, a tanács elnöke, megállapított tényállásra, a terhelt családi viszonyaira figyelemmel a halálbüntetést túlzottnak találja. Álláspontja szerint az életfogytiglani börtönbüntetés és kiszabását tartja megfelelőnek, mert a vádlott által elkövetett cselekmények megtartására nézve nem olyan súlyok, melyek a halálbüntetést megkövetelnék. Ez az ember nekem ma, nem akkor, ma csoda. Mert aki akkor ilyet elmert mondani, és ilyet lemert írni, az ember. Ez egy ember. Tanácsvezető megalapítja, hogy a tanács Fóna Jenőt 4-1 arányban halálra ítélte. 4-1 arányban halálra ítélte. És ezt nekem kimondták, 4-1 arány, még szép mondom. Hát, erre már nem tudok mást mondani. Mindenki sírt. 59. február 24-25-én volt a másodfok, és 26-án volt a kivégzés. Az a döbbenetes, hogy amikor mentünk vissza a gyűjtőbe a rabomobillal,
Hát az egy Golgota volt. Olyan némaság volt, hogy ez szinte, amikor ebben a némaságban megszólalt a Tóth Jóska, hogy nem látom soha többet a fiamat. Ez az egy mondat hangzott el a gyűjtőig. És az az igazság, hogy az egy olyan morbid dolog lett volna, ha az ember elkezdi őket vigasztalni. Nem lehet ilyenkor vigasztalni. És én tudtam, én éreztem, hogy nem szabad. És csak mentünk némán vissza. Ez az a helyzet, amikor jobban meg se szólal az ember. De főleg ne vigasztaljon. Mert ő az életét adja. Én meg itt maradok. És kinek a jobb? Aki elmegy. Azóta én már rájöttem, én sokat végig gondoltam, hogy... És nem véletlen mondtam azt, hogy engem életre ítéltek. De milyen életre? Engem emlékezésre ítéltek. Azok a szerencsétlen, irtórendes emberek, akik, hát egymásnak itt a cellában elmondtuk, hogy mit csináltál. Hát akkor miért vagyunk itt? Hát miért vagyunk itt? De elképzelni nem tudom, hogy a mai napig nem tudom, hogy miért voltunk itt. Nem tudom, hogy ki volt az a szélhámos, az a gyalázatos, piszkos magyar ember, fene, aki ennyi embert felakasztatott. Eljátszották velünk azt, mint a Vitó alá vinnének. Tehát én másodiknak mentem, elsőt kivitték, kinyitotta egy smasszer az ajtót, kettő ott állt, és elkapta az embernek az alsó felségben, és majdnem úgy húzták, mert hát akkor az ember hát jó erőben van, de azért 24 éves voltam, nyilván az élet ösztön az működött, és akkor a szívem majd kiugrott a helyem, meg az agyam majd szétment, ugye? Mert hát nem tudtam, hogy hova visznek, mert az nem volt egy életbiztosítás, hogy mondjuk másodfok, vagy nem végeztek ki, hogy utána egy hónappal nem végezhetnek ki, mert volt ilyen is. Hogy később ezt mégis gondoltak egyet, és mégis ki. Na, elég az hozzá, hogy akkor bevittek, és akkor felolvassák, hogy első fokon, másodfokon jobban hagyta, stb. És lelnöki tanácsa kegyelmi kérvényt elutasította. Az ítéletet, most itt egy hatásszünet, az ítéletet életfogtra változtatta. És akkor visszafelé már mehettem nyugodtan, akkor már nem kellett, hogy fogjanak. De hát odafelé se kellett volna, de hát azért miért ezt az utoljára még büntetik még plusz ezzel is az embert, ugye. Amikor kivittek engem akasztani, szavamra mondom, megkértem a Palit, mikor már mondták, hogy az elnöki tanács elnöke megkegyelmedett, de én ezt nem hallottam. Azt mondja, na, mondja. Hát mondom, mit mondjak? Hát nem tudom, miért kell meghalnom. Hát nem hallotta? És akkor még egyszer elolvastatták, és akkor hát akkor az egy csodálat volt. És mondom, akkor köszönöm, és elkezdtem bőgni, és ezzel a inger szedtem a boldogszóvót. Thank you.
az élet ösztön nagyobb. És hát az ember redukálódik, ez olyan, mint a medve téli alvása. Dobog a szíve. De hogy lehet úgy élni? Hát úgy. Félig élet, félig nem. Hát a Katit az, hogy a két fiút, mert két síralomház volt. És előtte való este kivitték a síralomházba felkészítése, de aki a kettőn fölül maradt, azt zárkán készítették föl. És másnap reggel a Katit innen mellőlem vitték el. Hát az éjszakát az félig átbeszélgettünk. Már nem tudom, miről mindenről beszéltünk. De azt tudom, hogy amikor kivitték, szóval sokszor az ember nem tudja megmagyarázni a viselkedését, hogy mi motiválja. De azt még előttem van, hogy a Katit két közre fogják, és viszik ki, és felemelt fejjel ment. Ez így nagyon előttem van. De amikor becsapodik az ajtó, hogy én miért estem neki az ajtónak, hogy ne vigyék el hozzák vissza, és vertem az ajtót, aztán elájultam. De hogy toltak el az ajtót, semmit nem tudok. De akkor, amikor felélesztettek, akkor arra emlékszem, hogy akkor én megesküdtem, hogyha valaha az életbe módom leszel, én nem fogok hallgatni. Most amit mondjuk bánok, de hát ki nem tette volna azt, hogy a helyembe lett volna. Hogy utána, ugye megkaptuk a vacsorát, utána jött az őr, hogy kérnek-e nyugtatót. Na most ki lett volna az, aki nem kér? Ugye, nem tudtam én, hogy én megmaradok élő tanúnak. Persze, hogy kértünk. Hát olyan nyugtatót kaptunk, hogy az egy lónak elég lett volna. Észre se vettem, hogy társaimat viszik, mert hát olyan állapotban voltam én akkor, hogy valahogy kikapcsolt az agyam. Hogy hallott a zárkonyítás, azt már tudtam. Nem a gögyűjő, hanem maga. Ketten voltak egy zárkában, egyeket vették ki, a másikat ott hagyták. És akkor azt megbilincselték hátul, 4-5-en vették körül. Utólag azt is megtudtam, hogyha netán egy halálra ítélt fiatal az utolsó pillanatban az élet ösztön miatt próbált volna ellenkezni, akkor volt ott egy hosszú farud, azt addugták a labak közt is megemelték. Férfi embernek ez bőven elég. Kísérték, közbevették, 5-6-at vitték. Tudom, hogy a téalaknak hol fordultak el, tudom, hogy hol voltak az akasztófák. Kilépett oda, ott volt a bíró, az ügyész, a készen álló hóhér, a segédjével az akasztófa. És akkor az ember ült, és végigélte magában, hogy a bajtársamat most olvassák fel neki az ítéletet, és ezt végig kell hallgatnia. Micsoda kínzás. Mindig tudtuk, hogy mikor akasztanak. Ez egy íratlan szabály volt, hogy amikor kivittek valaki teste, vagy éppen másnap reggel, mert csak kettőt lehetett kivinni, akkor mindenki bemondta a nevét. Isten veletek, most visznek akasztani. És aztán kiki vérmérsékletének megfelelően üzenetet hagyott.
Csak azt nem tudtuk, hogy ki lesz az, aki majd ezekről az üzenetekről beszélni fog. Volt olyan is, hogy mondjuk ilyen, hogy 7 ember takasztottak egyszer, az több is volt. De volt, hogy van egy olyan csoport, hogy 11-et akasztottak egyszerre. Na most a Schmasszernak oda kellett kísérni, és végig kellett nézni. És akkor később már csináltak olyant, hogy hát érzékeny bíró vagy az ügyész, hogy ne kelljen neki látni az akasztást, hát függönyt húztak oda. De a Schmassernál az nem volt, hogy a Schmasszer nem újjatott el. És mondom, hogy volt ilyen, hogy a Schmassernek mondtam, hogy hát maguk rosszabbul bírják ezt a gyűrődést, mint mi. Nem igazán akkor voltunk forradalmárok, amikor ott voltunk a barikádon. Az eszébe se jutott az embernek, hogy én most forradalmár vagyok. Viszont a börtön, a vállalás, amit az ember tett oda bent, vagy nem vállalást, amiért megkapta a megrögzött jelzőt, és ugye, szóval ezt az ügyész kereken a 63-ban a képenben mondta, amikor az amnesztia után lejöttek Kalocsára, és közölték, hogy aki úgy érzi, hogy vonatkozik rá az amnesztia, az menjen ki az ügyészhez, és én fogtam, és kimentem a fehéren-feketén leírt amnesztia rendelettel, és mondtam, hogy akárhogy olvasom, akárhogy értelmezem, vonatkozik az amnesztia, és azt mondta, hogy magára nem vonatkozik Wittner. Magát még nem nevelte át a börtön. Az embernek végig kellett élnie, örömmel ugyan, de szorongva, hogy mondták a neveket amnesztiakor, szabadul, hozza a cuccot, le kellett szerelni az embernek a rabholmiát, a raktár, megkapta a civiliét, és aztán ment. És hát egyre másra, én is felolvasták a fülem hallatára a amnesztia rendeletet, és nyilvánvaló volt, hogy nem esem bele. Gönc se. Bibó beleesett, és ő szabadult is. És aztán megőrült a börtön, és egyszer csak a reggeli sétán maradtunk szép számmal, egy egyre szaporodó, szürke arcú kis csoport jelent meg, akiket visszahoztak. Magára nem vonatkozik. Voltak itt a feleségem erről a moziból hoztak vissza. Az emberek az az érzése, hogy jobb volt nem szabadulni. Hát ugye akkor is ugye április 4-en közeledett, valami kis amnesztia volt, de az ránk nem vonatkozott. És reggel, mikor mentünk volna a munkába, én akkor 3 öreg háborús bűnössel voltam együtt. Elég jó zárkatársai voltak akkor. És akkor mondja a Sisa, hogy Puhert azt mondja, maga maradjon benn. Nem tudtam én semmit se. És akkor a másik 3 meg bent dolgozni. Tehát ez egészen váratlanul. És akkor, hát mikor elmentek, akkor azt mondja, szedje össze a cuccát. Hát persze, hogy nem szedtem össze, hát egy-két fénykép, ami volt már egy-két könyv, akkor azt hoztam, a többit meg ott hagytam nekik, az árkatársaknak. És akkor, ha megyünk le, ugye ott már elő volt készítve a ruhánk, és akkor volt, aki ott ugrált örömébe, és akkor én azt mondja, hát te nem is örülsz neki, mondom, most mi a francnak örüljek, hát 13 év elment, mondom, miért? Semmiért. És ennek annyira örülök, hogy most 13 év után végre egyszer elengedtek. És akkor levittek bennünket a parancsnokiba, és akkor mondja a 64, hogy egyéni kormány kegyelemmel elengednek bennünket. De ha bármit csinálunk, akkor visszakapjuk, amit itt hagytunk, meg még az új ítéletet. Már sokan hazamentek, és mondtam, hogy na Jenő, már Mécsi Imre hazament, már a Feri hazament, a tervező irodán 3 voltunk,
de a kettő az nem politikai volt, hanem rab. És akkor az Isten itt neki hát. Hát mit csináltam én? Na hát, amikor már majdnem bőgtem, itt van a Hónai, mondom, itt én. Hát miért bőg? Hát megy haza. Na, hát ilyen volt. És ezt csak ott álltam egy elég hosszú sorra, igyekeztem a végére között, vagy 14-en álltunk ott szabaduláshoz. És én arra gondoltam, hogy én az egészet végig szeretném élni tudatosan, a szabadulást. És amíg 14-et kiéreztelek, addig lesz egy kis időm. Nem lett. Megfordult a sor, és életem az első. És aztán, ahogy kiléptem a jövendőbeli First Lady, Göncnek a felesége, ölelt és csókolt meg, megjutottam, hogy Árpi is jön, itt van a sorban. Tulajdonképpen, amikor a kisfok, a kis börtönnek nevezett gyűjtőből, vagy akármelyik rács mögül, kiszabadult az ember, a kádári társadalom legaljára szabadult. Amikor én beléptem, akkor annyira meglepődtek, és olyan az a boldogság, ami akkor volt, mert nem tudták, hát a nagy idősek, a kis időseket biztos elengedik, de a nagyokat nem. És amikor hazamentem, hát az csoda volt. Hazajövök, hát már kezdett sötétedni. Hát csöngetek, ugye, hát a mama, anyám kijött, és egy kicsit messze volt a kapu, nem ismert meg. Hát, amikor hazajöttem, akkor gyorsan telefonáltak érte, kapott kocsit, azzal hazahozták, és hát akkor végre éreztem a könnyeit, a csókjait, amit 6 évig csak álmodtam, meglett. Aztán bedugott a fürdőkádba, és valami fertőtlenítő szerrel megfüröztött, és megállapította, hogy kiszörösödött a hátad. Na most én ugye a bányában dolgoztam, a bányánál ott hozzászokik az ember, hogy ott minden pillanatban egy kicsit a halál torkában van. Nem lehet ezt megszokni, de azért valamit annyira hozzáedződik. Persze, hogy nekem ez nagyon fájt, meg hát ugye mondjuk a házasságom sem sikerült, pontosan elmint a lelki probléma miatt, de hát most mit csinálják, ez van. Hát bizony, én már majdnem 40 éves voltam, ő meg még 40 elmúlt, amikor végre otthonunk lett, és végre élhettük egymás életét. Idekint már nem járhatott az embernek úgy a pofája, mint a börtönbe. Visszakerülni viszont nem akartam. És viszont 89-ben jelentkeztem. A szomszédom hozott egy kapuból, kivágott egy anyagot, hogy lehet temettetni. És akkor írtam, hogy én szeretném temettetni a Katit, kivégzett társamat, mert tudtam azt, hogy nincs senki neki. És akkor, amikor májusban voltunk egyeztetni a Korvin téren, akkor megkérdeztem, hogy valaki név föl van-e írva, a Tóth József, meg a Kótés Örös József, és mondták, hogy nincs. És akkor mondom, hogy akkor őket is szeretném temettetni, és akkor itt temettettem el a 3 társamat, és akkor találkoztam a Tóth Jóska fiával, és ez a gyerek mondta, hogy még katona se lehetett, mert annyira nem volt megbízható. Egy fekete-fehér fényképet szorongatott az apjáról, akit nem látott sohasem, és tulajdonképpen ő már bent volt a börtönben, amikor megszületett a gyerek. És én vallom azt, hogy soha senkit nem szabad elfelejteni, és mindenkit néven kell nevezni. Nem per Feri, nem per Laci, hanem Kótés Örös József.
Tóth József, Habzsa Béláné és Ticker Katalin. Igen, ők voltak a kivégzett társaim. Egyszer gondolkodtam, hogy mi az Isten nyilat, tehát ezt meg kellene emlékbe gondolni. Mentem, írtó rendes ember, Bökönyi Pista, mondom neki, hogy szeretném megcsinálni ugyanazt, ami volt. Amikor a Fónainak eszébe jutott, hogy csináljon egy kis fokház emlékhelyet, akkor én borzasztó hülye ötletnek tartottam, mert azt mondtam, hogy csak be ne üzemeljék még egyszer. Ami helyt mód nyílt arra, hogy ne csak kívülről emlékezzünk meg a több száz felakasztott bajtásunkról, hanem a helyszínen, hát azóta sokszor voltam. Kívülről meg tudom nézni az árkám ablakát, most is be van bádogozva. Belülről tudom, hogy melyik a múzeum rész, melyik zárka fölött voltunk. Zárkája fölött volt a miénk, Háborival, és az egész légkör visszajön, beszívom. Szükséges. Az ember hozzászokik a jóhoz. És a jón belül hasonlítgat. Jót kevésbé jóval. Aztán az ember egyszer kint járt kőbányán, és beszívta a régi illatokat, akkor szerényebb lesz. Aztán, hát ott voltam a megnyitáson. És én nem mentem be az akasztófa, de csak abba az árkába akartam belépni, ahova kivittek engem akkor, mikor gúzsba kötöttek. És megálltam a küszöbön, és nem bírtam bejjebb lépni. És akkor ott kint álltam, és akkor jött ez az udvaron, oda jött hozzám, nem tudom most, hogy hívják, de írt egy könyvet, egy ávós, aki oda jött és bocsánatot kért. És akkor azt mondtam, uram, én önnek megbocsátok. Mert odajött, és szembenézett a dologgal. És akkor bementünk, volt egy irattár, és az irattárban voltak az épületeknek a tervezési anyagai. Na, erre rajzold rá, hogy melyiket akarod, meg hogyan akarod. És akkor én szépen gyönyörűen rárajzoltam, szépen, és bemutatta, mert ő akkor börtönparancsnok volt. És akkor be kellett neki menni a minisztériumban, sem tudja kihez, a börtönöknek a fene tudja mélyéhez, és megmutatta, hogy hát akarunk egy ilyen emléket, amit leváltunk a börtönről, és mindenki látogathatja. És pontosan ugyanúgy néz ki most is. Csak nem börtön, hanem a miénk.